Sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolostan bemutató. A mai kiszemelt áldozat egy nagyon nagy kedvencem, ő egy TR8-as francia prémium táras medium tank, a Pecset borszékkörre hívhatjuk Boros Kólának is. Amiért ez a videó vagy bemutató elkészül, az kettő ok. Egy, Krisznek készítem ezt a videót, mivel tegnap rám írt, hogy most akciós a Boros Kóla, és hogy mi a véleményem róla. Erre írtam neki, hogy pont tegnap mentem vele, úgyhogy igazán friss anyagot tudok neki biztosítani, hogy mégis milyen jelenleg a metában ez a boroskóla, úgyhogy ezt azért is készítem, a másik dolog pedig pontosan azért, mert most minden az ég adta világon akciós, ugye köszönhetően a Black Friday-nak, meg hogy jön karácsony, a végén leakciózott nagyon-nagyon sok prémium tankot, plusz akciósak a festések, felszerelések, a 9-es, 10-es kiúszható tankok, úgyhogy most akinek van hozzá kedve, lelki ereje, lehet bogarászni a gyűjtőknek is, behúzni egy-két olyan apróságot, amit nem mindig lehet megvenni, főleg nem akciósan, tehát ilyen 40%-kal olcsóbban. Tehát térjünk vissza Zsák, vagy Krisznek a kérésére, hát itt a kis boros kóla. A pálya Arctic Region, nem nyitja meg a mappot, nagyszerű. Három darab arta van, mind a három TR8-as amerikai prémium arta, az Equalizer, nem lehet tudni, hogy ugye táras ágyúját használják, vagy a símát, ez majd menet közben kiderül. Mind a hárman egy klánból vannak, a Reta klánból, úgyhogy gratulálok, az valami külön ilyen chipses klán lehet. Kire kell még odafigyelni, kettő darab Bulldog van, három darab Light, ugye van még ott egy Rover is, oda kell figyelni az Object 416-ra, az Udesre, a T69-re, mivel táras, hát ezt most így fejből mondom. Mit tudunk csinálni? Hát fel fogok ide rohanni a TD-dombra. Miért? Hát mert régen ott jót le, ott egy az frissebb volt a levegő, kettő jót lehetett szotyizni. Hát manapság annyira már nem egy elit helynek számít, nem egy VIP domb, mivel vagy a játékos bázis változott, a játékos szokás, vagy pedig a terep, de 2 másodperc alatt itt vannak alattad a domb alatt a lightok, és onnantól kezdve világítasz, mint Las Vegas, és hát három artánál nem egy életbiztosításot kint szotyizgatni, plusz ugye három lightnál, na mindegy, fel fogunk oda szaladni, aztán meglátjuk, mit dob a gép. Elindítjuk a csatát, szép lassan becsörgedezünk. Ugye én még plusz 10% mobilitást tettem rá, mivel régen elég jó mobilis volt, viszont azt elvesztette, így most kénytelen voltam lemondani valamiről, és én így egy plusz 10% speedet rátoltam, így elég kellemesen lehet vele száguldozni. Alaplőszerünk AP, premium lőszerünk APCR. Mit használunk APCR-t? Miért? Hát azért, mert megjelenik a boldog, és pillanatok alatt bele lehet lőni 336-ot. Ugye 360-as alfánk van, hát ilyen 330-at, ha bead, akkor már szerintem nyugodtan elkönyvelhetjük, hogy sikeres lövés volt. Az alaplőszerünk ugye az AP, ennek az átütése 190 mm, az APCR, tehát a prémium lőszerünk egy 240, hát ez sem sok, célzott lövés azért nem árt, ha alattunk a rover. Mit mondtam, itten elég elfoglaltak leszünk, tehát nem fogunk unatkozni, nomádkodik itt a rover, a hentes kicsiket csípked, de azt nagyon gyorsan és nagyon pontosan. Jó, hát még helyezkedünk, várunk, ugye 15 perc egy csata, basszus, kiszóródott a szotyola, a rover nem bír magával, belém csípett egy kicsit, én sem bírok magammal, főleg mondom, három artánál nem egy életbiztosítás. Jó, itt úgy döntöttem, hogy elég is volt, elég hűvös van ide fent. Erre mit csinál a Scorpio? Megpróbál megtaszítani. Jó, hát itt megpróbáltam a hegyet mászni, vagy nem tudom. Vagy a havat próbáltam a láncoló lekapartatni. Absolution érkezik. Természetesen elnyerte mind a két lőszeremet. Semmi baj. Majd a Scorpio elintézi. Ég veled. Öröm volt, vagy egy élmény. Jó, kicsit még megmozgatjuk, hát ha látunk itt valakit.
390-es alaplátótávunk van, én azt mondom, hogy ez mindenre elég, de ugye még skillekkel felszerelésre erre is rá tudsz húzni, ami nem árt. 1250 HP-nk van, az azt mondja, hogy 2500-at illő volna sebezni, mint mondtam, táras tankkal játszunk, két lőszer van a tárban. Jó, kijövök itt a boldog. Beköszönünk 358, még ez sem ért el a 360-at, semmi baj. Hát nem fogok utána menni, ki tudja, kik vannak ott. Hát azt nekem szánták, bocs öreg, örülök, hogy te vetted be. Na jó, hát ez az oldal, ez megint nem játszik, mivel ott a T69, ugye táras, és eléggé keményen lehet vele dolgozni. Jövök vissza, rég jártam erre. Ahogy is hagyományőrző vagyok, marad ez a domb. Mint mondtam, nagyon jó mobilitásunk van, HP is azért viszonylag elegendő, az ágyú jó kezelhető, boldog. Jó, hát ez nem jött be, még mindig van egy lehetőségem. Na, legalább egy boldogot már visszautasítottam a garázsba. Kis elsősegély, nagy javító és egy pótellátmányt használok, ez kell is bele. 62 kilométerre képes hasítani, de mint mondtam, én rátornáztam egy plusz 10% speedet, mivel kicsik vagyunk, kell a mobilitás, de főleg, ha valakire ráugrunk és körbe-körbe akarjuk. Hát ez a pozíció annyira nem jó, ott a T69, mit csinálunk? Hát mivel ismerem a pályát, jön a másik boldog, de örülök neki. Jó, boldog elfáradt, engem viszont látnak. Ugye, aki ismeri a pályát, az tudja, hogy három artánál nem állunk ide, mert simán ki tudnak lőni. Én mégis ide állok, mivel bokornak álcázom magam is, ha mázlin van, nem fognak észrevenni, mivel ez elég jó felszereltem a tankot. Így megpróbálom majd őket csipegetni. Hát nem a gorincset, mert azt éppen csak simogatnám. Várunk egy kicsit, a T69-es volna nekem a lényeg. 364-et belehúztunk, a második lőszert viszont elvitte, és mint láthatjátok, nem húztak fel, tehát kamóra azért odafigyeltünk. Ágyunk pontossága 0,42, nem igaz, nem létezik, úgyhogy attól nem kell megriadni. A két lőszer közötti töltésidő, tehát amikor a két lőszer be van tárazva, és az egyiket ellövöd, 2 másodperc kell még a másikat is, az azt mondom, hogy nagyon jó. Jó, hát T32-t is visszaküldtük a garázsba, most már nagyon óvatosan kell, mert T69-es is se bír magával, plusz ott a gorincs. Nagyon szeretném azt a T69-et elintézni, mert az elég veszélyes. Mint láthatjátok, nagyon jól tároz. Már is kapott egy 303-ast. Mint mondtam, a 360-at azt el kell felejteni. Tehát, mint mondtam, 2 másodperc a két lőszer közötti töltésidő, és 3,2-es szűkülésünk van. Ezt azt mondom, hogy nem érződik, de ez ellen is lehet tenni, ha éppen. De ezt mindenki, ahogy érzi, úgy szereli fel, ahogy szokta használni, ha ilyen hiéna stílus, hogy ráugrasz valakire. 339, 343, jó, azt mondom, hogy hát nem volt rossz, viszont ég a lámpa, ég, és ugye a 3 arti az két csipszemés között lehet, hogy ide sóz majd egyet. Ah, jó, hát azt nekem szánták, ide is csapódott valahova a hegy oldalba. Be is fogta a falat, vagy a hegyet. Megvárom, míg tisztán kijön, és inkább egy kicsit a farára tudjak célozni. És kapott trekket, és így ki is szedték, így kaptam egy kis asszisztot is. Nos, hát maradt még egy heavy-jük, meg egy TD-jük. Plusz ugye a 3 chipses fiú. Hát igen, ez a táros ágyú. Semmi baj, úgy döntöttem, eljövök erre körbe, és akkor lesz, ami lesz. Mint mondtam, régen nagyon mobilis volt, utána ugye veszített a sebességéből, mármint vettek el belőle, nem is a végleges sebességéből, hanem a gyorsulásából, így elég nehezen gyorsult fel, és az elég cinkes volt, mikor hirtelen kiindultál, vagy lőttek egy tracket megjavított, és utána ugye
Tehát nem volt meg hozzá a kellő lendület, hogy akár elkezd körbe-körbe rohangászni. Viszont így, hogy plusz 10% speedem van, így elég kellemesen oda lehet érni mindenhova. Jó, itt nagyon óvatosan lehet, hogy itt a TD. A heavy az ott van. Dreadnought, hát jó, az ritkán lő, de ha eltalál, az egy garázsbérlet szaunával kiver a víztől le. Nem lőjük el magunkat, várjuk hát, ha vissza a lükvercel, és akkor meg tudjuk lőni. Erre az Arti beköszönt, tűzbe hozta, nem volt hosszú a kapcsolatuk. Jó, úgy vagyok vele, hogy hát én viszont nem kezdek ki vele. Hát, ha még lesz belőlük valami az Artival. Engem inkább a három chipses fiú érdekel, nagy rajongójuk vagyok. A Retaklán. Jövök, srácok, ne aggódjatok. Jó. Meg is van az első hook. Ah, figy fene. Hát 67 HP-ról. Megette a fene. Hát olyan a bringát pedig. Hát a mindegy, még töltök, nem nagyon akarom a pozíciómat kiadni. Addig még nem vagyok betöltve. Most hiába rohanok utána, ha üres tárral másik kettő meg itt áll a sarkon rám fordulva. Úgyhogy várok egy kicsit. Annyira azért nem gyors. Mondjuk nem rossz a mobilitása, de hoppá! Ah, megvan. Skywalker. Nem én vagyok az apád, úgyhogy el is intéztük. Mellélőtt, nem kicsit nagyon. Nagyon kellemes ágyúja van különben. Na, hát itt hibáztam. Behajtottam a tutiba, Zart is imád kivarhatott volna, de hát úgy tűnik, hogy a menekülési útvonal tervezéssel vannak megáldva. Nagyon kicsi látszik ki a tetejéből, még nem merem ellőni. Jó. Hát ez becsúszott 308. Tehát mi ez 360-ra, de ad nekem 308-ot. Most megint töltetek. Semmi baj, addig is hadd menjen. Még így is van kettő. És ugye annyiból veszélyes, hogy ők együtt vannak szakaszban is, nem csak egy klánban, hanem együtt szakaszban. Tehát tudnak kommunikálni, ami hatalmas nagy előny. Hoppá! Jó. Ezt idegből oldalra kicsapva mehetett a garázsba. Van még egy TD, egy AT, ha jól emlékszem. Meg ugye a chipses barátom, az utolsó túlélő. Jó, hát ő már biztos nem Skywalker, de még csubakka lehet. Hát, ezt elsült barátom ebbe a korba előfordul. Jó, ő is megvan. Maradt egy TD. Egy AT, ami ugye fix. Ha mellé tudok kerülni, onnantól nincs baj. Legalábbis papírforma szerint. Valahol ott van. Megpróbáljuk majd messziről. Elintézte az artánkat. Mondjuk kerültem volna még egy kört, hogy biztosan biztos a mi chipses fiúaink is elfáradjana. Nem nagyon szeretem az artákat. De maga a játékos az artát. Nem összekeverendő. Ah, meg is van. AT, jó, kihúzok egy kicsit szélre. Fordul, fordul. Hát kanyarba azért még szerintem nem tud lőni. Húzza a bázis. Úristen, már csak másfél perc. Ah, rengeteg. Hát addig kihozzák a nyugdíjamat is. És 3.44. Megpróbáljuk betenni a csövet. Mi van? Hát ezt lepattintotta. Semmi baj. Bálunk mögé. Próbáljuk visszatartani, dühöng itt. Arra azért vigyázni kell, hogy ne tudjon a falhoz nyomni, mert ugye kicsit nehezebb súlyban van, mint mi. És képes úgy oda passzírozni, jártam úgy, hogy oda tolt a heavy, és tehát lement a HP-m attól a tolástól, tehát neki szorított a falnak, úgyhogy ezt most abból tanulva, ugye ezt szoktam mondani, hogy minden egyes csatával okosabb, bölcsebb leszel, és akkor ugye én leszűrtem. Hát, ő lett volna kedves Jacques, vagy Chris, ő lett volna a borszékőr.
Én imádom különben, csak mint mondtam, régen azért ütőképesebb volt, most át kellett szerelni, most egy kicsit másképpen kell vele játszani, de mindjárt megnézzük, hogy mit alkotott. Gyönyörű látkép. Nos, győztes csata. 7 kill, 5700 sebzés, ami azt mondom, hogy egy táras nettől azért nem rossz, főleg, hogy saját tierben voltunk, ahol ugye jóval kevesebb a HP, mint ha a tízesek ellen mész. Tehát amit neked is ugye ajánlottam, hogy ugye úgy emlékszem, a Draugen az megvan neked, és erre mondtam, hogy még egy Ragnarököt mindenféleképpen beraknék, pontosan azért, mert az meg a játékélményt hozza, meg hát ha nem prémium lőszere haigálózó, akkor ugye emelt kredit szorzója van, méghozzá a legjobb a játékban, az egyik. Tehát egy Ragnarök, ugye mondtad, hogy ezt nagyon szeretnéd, a boros kólát, ez megint csak egy játék élményt hoz. Meg utána lett volna a Lizzie, bár a Lizzie egy kicsit másabb. Én nagyon szerettem, tehát míg lehárom gámmárkoztam, én nekem nagyon-nagyon-nagyon nagy élményem volt vele a játék, viszont még ugyanúgy a Progettót is imádom, pontosan annak meg az a tártöltős része, csak annyi, hogy ugye az új verzióban nem adja be a 240-es alfát, hanem mondjuk csak 200-akat, és hát, na, mindegy, hozzá kell szokni. Szerintem a boroskóla az nem egy rossz vásár, még így sem, csak tudni kell, hogy kell felszerelni ahhoz, hogy hát ütőképes lehessen. De lássuk az eredménytáblát. Nos, ugye mindenből nagyot használunk, tehát pótellátmány, nagy javító, plusz csak prémium lőszere, így kerestem booster nélkül, minden nélkül 103.756 kreditet, tehát azt mondom, hogy brutálisan jó. Jó, ez sebezni is kellett, de átlagban azért közelít így a 80-hoz, még így is, hogy hát tehát mindenből drágát használok, 7500 XP, 11410 Commander XP, 7 frag, 5700 sebzés, 187 assist, 5 felderítés. Na, Devastator. Dumitrus medál. Sniper. Zúzó, első osztály. Fire for effect. Top Gun. Itt azért az első osztály elárul elég sok minden, hogy egy ilyen csatára első osztályt ad, akkor gondolom, hogy mások is jól tudják használni. Nagy kaliber, hát ez ingázik fel le, tehát ez nem oszt, nem szoroz. Nos, mit mondhatnék, kedves Krisz? Én ajánlani merem, de mint mondtam, még egy Ragnarök azért elfér a garázsba, vagy elférne, de ez a becset, tehát a borszékör, vagy boroskóla, ez is egy brutális, egy gép. Nem tudnék különbséget tenni, hát annyi, hogy a Ragnarök ugye nagyobb tűzerővel bír, töltésben körülbelül ott van, és három lőszerrel dolgozik, de tehát, mint mondtam, hát egy jó medesnek azért, ha ez a kettő bent van, az nem egy hátrány. Úgyhogy én csak ajánlani tudom, nem erőltette meg magát. Annyit, hogy tudtam, hogy a pályán hova megyek, hol kell szotyizni, hol nem, hova kell visszavonulni, kire kell odafigyelni, de egyébként a tank az teszi a dolgát. Mint mondtam, az, hogy hogy szerelett fel, az mindenkinek saját döntése, kit mit részesít előnybe, mondjuk sebesség, vagy pontosság, vagy gyorsabb szűkülés, vagy látótáv, vagy kamó, teljesen mindegy. Úgyhogy én ajánlani merem, mert még mindig egy nagyon kellemes darab. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mindenkinek jó csatákat, meg jó vásárlást, meg ez az. Én gondolkodom a Jagtiger 88, ugye a TL limites TD, régóta vágyom, hogy egyszer kipróbáljam, és most az is akciós. Hát nem tudom, majd kiderül. Na mindegy, a boroskóla az még mindig iható. Iható töményen, úgyhogy
francia legénységet jól lehet vele húzni, utána kihúzod a francia lightot, vagy akármit, vagy akár becsetet, becset 25 tonnát, akkor legalább lesz legénységed, és mint láthatod, azért kreditel is, tehát nem hagy cserben. Meg jó, hozza a játékélményt, és szerintem ez a legfontosabb mérvadója, hogy miért tudsz vele menni a pályákon. Nos, köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk valamilyen formában. Jerikó voltam, sziasztok!